Nagyon szépen köszönjük a tapsokat, és elnézést a beszólásért, de ugye hát világosságot gyújtani a fejünkbe, ugye? Világosságot. Szeretettel köszöntöm a kis kerekasztal mellett ülő szakembereket, kedves barátaimat, és hálás vagyok, hogy elfogadták meghívásomat, bizonyítva, hogy egyes fontos és nehéz témák terítékre hozatalakor mindig számíthatunk egymásra. Köszöntöm dr. Bodósára reformát. Dr. Fekete Károly, a református hitvilágot, dr. Bugán Antal egyetemi docensurat, elnézést, hogyha illetlenséget követtem, de akkor folytatom, hogy Szabó B. dr. Károlyi Klára klinikai és Síró Ágnes klinikai külön köszöntöm a mellettem ülő főszereplőket, Simonka Erikőt. Nagyon ügyes volt, gratulálok neki, és azért is köszöntöm, mert dicséretet érdemel, hogy egy ilyen nehéz, szorongatott éjszaka ellenére vállalva önmagát és a elkérésemet, ugye közénk végel. Hadd kérdezzem meg tőle elsőként, ugye, itt végig szenvedte az éjszakát, hogy hogyan érzi most magát, hogyan érintette a Werterrel és Werterért való küzdelem. Álmosan és kialvatlanul. Hát nehéz éjszaka volt, és nehéz beszélgetés volt. És azt a tehetetlenséget éreztem, hogy szeretnék segíteni, és már most mégsem lehet. Egyszerűen nem lehet rajta segíteni, mert ő eldöntött valamit, hogy azt végig kell csinálni. Mindannyian éreztük, hogy nehéz éjszakán voltál túl. És akkor a vendégeimhez fordulok azzal a kérdéssel. Hát ugye én igazából kerekasztal beszélgetés vezető szerettem volna találni Debrecenben, de hát ez nem sikerült nekem, ez az én hibám, és most úgy viselkedek, mintha én ez profi módon rúgnám alatt, amit soha nem csináltam, ugye. No, hát szóval, ugye, Vörös Marti Mihály a Keserű Pohár című versében így fogalmazott, hogy a férfi lelkedet egy hölgyre föltevéd, és az üdvösségedet könnyelműn tépi szét. Hazug szemében orr mosolyt és átkozott könnyű, és még a szívedre vágyazolt, ez égősöveg. Hát szóval ez a Werter viszont mi volt ennek a Werternek a célja, vagy talán Goethének a célja. Ilyen kérdéseket teszett fel, hogy hibázott-e és hol. Miért hagyta figyelmen kívül a különböző történéseket? Miért vonatkoztatott minden magára? Szükségszerű és elkerülhetetlen volt-e a sorsa? Rám miért sors volt ez, vagy ő mérte saját magára? Lehet kérdések választani. Hibázott-e? Hol? Vagy? Én megkezdem. Kettő gyermek valahogy.
hiszem, hogy ezt meg lehet mondani, hogy hibázott-e, és ha igen, hol, miben. Nekem az elmúlt évben két ismerősöm öngyilkosságot kísérelt meg az egyik, és követette a másik. Mind a kettővel beszélgettem, és az egyik esetben egy héttel a halála előtt. Egy hét múlva meghalt, és utána az özvegyel kellett hosszasan, több hónapon keresztül találkoztunk minden héten, és próbáltuk együtt megfejteni ezt a titkot, és nem tudtuk. Nem hiszem, hogy ezt meg lehet okozati rendszerben magyarázni. Itt minden élet más és más, és valahogy mindenki másképpen jut el oda, és én úgy gondolom, hogy ezzel óvatosan is kell bánnunk, amikor meg akarjuk magyarázni, mert akkor lehet, hogy a figyelmünk valami másra irányul. Úgy felépíti ezt a világot, szinte ami óra vezet. Kérdésem. Itt tulajdonképpen ahhoz csatlakoznék, hogy ezt a kérdést nem lehet így megválaszolni, és ugye a szerző célja mennyire volt tudatos, vagy nem tudatos, de azért itt ugye nem csak a főszereplő szempontjából és az igennel és ennek a titoknak a megfejtése az, amit meg tudunk beszélni, hanem ez egy elég komplex volt, és nekem azt tetszett ebben, ahogyan te át is írtad, mert itt megjelenik az az egyéni intrapszichés problémakör, amivel egy öngyilkos jelölt aktuálisan kínlódik, foglalkozik. Megjelenik a környezetnek a felelőssége, a környezetnek a reakciója, megjelenik a segítőnek a problémaköre, hogy mit csinál, és ugye ennek mindnek megjelenik a következménye, hogy amikor bekövetkezik a tragédia, akkor a környezet, a segítők hogyan viszonyulnak ehhez, és mi is a választ, az okokat keresünk. Ha megtaláljuk az okot ebben az egy esetben, akkor azon még nem leszünk bölcsebbek, hanem talán ennek a folyamatnak a megértésében. És ugye én azt hiszem, hogy ebben a műben is, vagy ebben a dologban is azt lehet látni, hogy a belső intrapszichikus problémakör mennyire nem tud megjelenni a kapcsolati szinten, és valamilyen magyarázatot lelni, és mind a kettőt megterheli egyszerre. Na és aztán, hogy melyik a ok, hogy most a környezet nem tudta ezt megfejteni, a segítő nem tudta megfejteni, vagy pedig a főszereplőnek nem voltak meg azok a készségei, adottságai, hogy megküzdjön ezzel a problémával. Én nekem nem akarom nagyon szakmaira vinni a dolgot, de nekem ugye az a problémám ezzel, hogy nem tudom úgy tekinteni, hogy itt Werther ugye nem feltétlen, nem azt az okot kell megtalálni, hogy egy szerelmi krízis nem tudott megoldani, hanem az az életfolyamat, ahogy a nő alakult, ahogy az ő személyisége alakult, az benne van, hogy ebben a krízisben nem tudott működni. Természetesen egy műben, a romantikában a szerelem kérdését, az élethalál kérdését, ezt a művészek jobban el tudják mondani, mint mi szakemberek. Tehát a kérdést én inkább ebből a szempontból látom, hogy amikor van egy ilyen egyéni krízis, akkor hogyan tudja érzékelni ezt a környezet, hogyan tudja ezt segíteni, és hát tudunk-e olyan megküzdési módokat adni az egyénnek, hogy ezeket elkerülje. Hát nyilván utólag a tanulságok levonása az már nehezebb. Fiatal felnőttkori krízis állapot volt, ugye, és valószínűleg ez ebben a korban mindenki egy kicsit érzékenyebb és sérülékenyebb, ugye, de fekedek állapotra beszúrom. Nagyon tragikus sem érintett, hogy nem volt pap a temetésen, illetve hát ezen az elhantoláson, mert amit Sára megkezdett, hogy most következne még az igazi munka, ugyan a túlélőkkel ezt hogy lehet feldolgozni, vagy segíteni, hogy velük ne ismétlődjön, vagy ne szaporodjon ez a halál, az egy komoly gond. Viszont ami a fiatalkorra és a indítékra, meg az egésznek a tanulsága az én számomra, az, hogy a
azért a jelek nagyon korán meg voltak Werther számára is, mert azért betört egy kapcsolatba. Tehát volt egy világos pár, nevesített, mások előtt is tiszteletben tartott kapcsolat, fölépett valami, és ott nem tudott megállni. És idáig elég is a darab, és ami az izgalmas, az, hogy mennyire korán kellene megkezdeni annak a nevelését, vagy érzékenyítését kicsitben, fiatalokban, hogy vannak kapcsolatok, amiket tiszteletben kell tartani. És ez nem törvényeskedés, hanem ez az élet rendje. Mert ahogyan Werthernek fájt, hogy ő belegázoltak, ő olyan érzéketlen volt mások a kapcsolata iránt. Hogy Lottéban sem volt rendben a dolog, mert azért keresd a nőt, és nem akarod erre kihegyezni, mert túl sok hölgy van, és nem mindenki ilyen természetesen, de hogy egy hölgynek az eszköztára sokkal gazdagabb kell, hogy legyen, és az érzékenysége finomabb, és ebben kölcsönösen lehet egymást segíteni, hogy hol van az a határ, amíg még lehet szimpatizálni, és az átcsap máshová. Ezen az úton azért sok momentum megjelent a darabban, ami inkább hogy szokták ezt mondani, vagy a kacérság kategóriája már, és nem a másikra való vigyázás. Amikor már vigyázni akartak, már régen késő volt. Ezek a kétdimenziós dolgok, ezek nagyon fontosak lettek volna, hogy kialakuljanak, és ebben is a segítőnek. Azon magam is találkoztam, hogy a segítő ügyeletes kollégina, mint hölgy, nem tudott ezzel a nagyon komoly érzelmi és egy hölgyről szóló dologgal többet kezdeni. De majd erről lehet, hogy a szerzőt kell kérdezni. Én annyit mondanék ehhez, hogy versetben is volt egy etikai megfontolás. Ő az eredeti műbe és ebbe a színdarabba is kitetszett, hogy ő Albertet becsülte. Albertet vitázott, beszélgetett, és egy olyan ember kapcsolatába belelépni, ahol azt mondta, hogy tulajdonképpen egy nagyon becsületes ember, akit tudnak kedvelni és szeretni. Ez az egyik. A másik, hogy Werther teljesen meg akarta élni ennek az élménynek a legmagasabb fokát, és akkor követte el, és azután az öngyilkosságot, hogy megcsókolta Lottét, és világos volt számára, hogy Lotte sem közömbös. És azt hiszem a darabban az utolsó mondatai azok úgy hangzanak, hogy Lottével ennél több köztünk soha nem lehet. És ezzel a boldog, kell, hogy számára a legboldogabb érzés legyen, és akkor ezzel búcsúzik. Nagyon érdekes vonulata a darabnak, meg az eredeti műnek is az, hogy mi mindennel szembesült a párkapcsolatok, vagy a szerelem terén, megoldása terén Werther, hogy nem csak magunk felé lehet a gyilkos fegyvert fordítani, hanem ott volt előtte az a fiatalinas, aki megölte a vetélytársát. Aztán, és ott volt előtte egy öngyilkosságot elkövető nő is. Tehát előtte is nagyon sokféle út volt, és egyetlen egy, ami mostani öngyilkosságok és akikkel én találkozom, akár a hozzátartozókkal, különösen ha gyerekekkel maradnak egyedül, akkor mindig arra gondolok, hogy igen, vannak olyan terhek, érzelmi, lelki terhek, amit el kell fogadnunk, hogy az illető nem tud tovább cipelni. És ez nem csak a probléma megoldó gondolkodás, vagy készségen múlik. Lehetnek ilyen mélység, érzelmi mélységek, terhek, de
hogy kiket hagy maga után, vagy hogy tesz tönkre olyan emberek, hogy teszi tönkre azoknak az embereknek a sorsát, akiket ő valamilyen módon szeretett. Gondolok itt a gyerekekre, akik ezt a terhet egész életükben cipelhetik, ha egy szülőjük öngyilkosságot követ el. Vagy itt a darabban Lotte és Albert, hogy felszabadultan hogy tudnak örülni. A darab is így fejeződik be, hogy ennek az érzelmi terhét talán örökké magukkal cipeli. Szeretnék ehhez hozzászólni, és egy kicsit lecsupaszítva, mert szeretném hangsúlyozni, hogy itt előkerült bizonyos mértékig morális egyéb kimenet, ami nem kerülhetünk el, mert ugye minden segítő foglalkozásnál ez a fő cél. De most azért nézzük meg egy kicsit lecsupaszítva ennek a logikáját. Ugye, ha abból indulok ki, hogy van egy belső folyamat, az öngyilkos jelenés, van egy környezet. Most, hogyha segíteni akarok, ez a darabban is benne volt, akkor két változtatási lehetőségem van, hogy megváltoztatom a környezetet. Megváltozik, az már adaptív. Eljött a darabba, hogy mi van, hogyha a Lotte férje meghal. Mert akkor szabad a pálya, akkor megoldódott a dolog. Tehát változik a környezet. De ugye éppen azt említetted, hogy a környezet nem változik, akkor viszont bennünk kell változni. Ugye? Akkor viszont az kell, hogy ezzel az érzéssel, a szerelem érzésével meg kell küzdeni. Na most ugye Az a teher, ami ebből van, hogy az belátásra kerüljön, hogy a környezet nem változhat, az egy elrendeltetett dolog, nekem kell ehhez változni. Most, hogyha ez a változáshoz nem kapok segítséget, akkor ez a indulat, én hadd mondjam azt, hogy a szerelemről a költők meg a művészek tudnak mondani, de ugye Stendhal értelemben ez egy hamis tudat. Ugye, mert csak az az egy van, csak az a nő, más nincs, csak az az egy, az egy hamis tudat. Ugye aztán szoktuk is, hogy ez majd csillaglatik, és nem akarok illúziólomtól lenni. Na de ugye, hogyha én ebből nézem, akkor nem lát kiutat, és nő ez az indulati feszültség, és valamerre láttuk itt is, hogy vagy kifelé gyilkolásban, vagy pedig befelé az öngyilkosságban jelent megoldást. Na most ugye nem kapunk képet, ugye, mert nyilván a művészet, nem kapunk képet ennek a hátteréről, de azt lehet tudni, csináltunk is egy ilyen doktori munkában búcsúlevél elemzéseket befejezett öngyilkosságok esetében, és nagyon sokféle hatáson. Tehát van büntető jellegű, majd meglátjátok, ha nem leszek. Ugye, és ezek kijöttek a tartalomból. Vannak ilyen, hogy mondjam, hogy értetek tette. Vannak végrendelkezések, jót akartam nektek. És ezeket ilyen tartalmányzással szépen megvannak ezek a kategóriák, de nyilván ennek, ha lélektelenek akarjuk az értelmet nézni, ez benne van egy ilyen személyiségváltozásban. Nagyon érdekes, és akkor már nem akarok többet, hogy a kultúrának a hozzáállása. Van egy kollega, aki Egyesült Államokban volt sokáig, és ott mondja, hogy ott a média és a környezet viccet csinál belőle, eliminálja a problémát, az öngyilkossági kísérletet, és neki meggyőződése, hogy tulajdonképpen ezt művészetekkel, humorral, ennek a nagy-nagy indulati feszültségnek, tudjuk, a humor is egy levezető formája, és hogy nálunk inkább egy kicsit visszanyúlva ez a, azt mondta, hogy a gentry korszaknak van egy ilyen magyar hagyománya, hogy ha nem tudok valamit megoldani, akkor kilépek az életből, és azt mondja, hogy talán a mi kultúránkban nem tudatosan is ennek van hatása. Persze mondom, én nem akarom ezeket itt szakmailag megoldani, de lehet látni, hogy ebben a műben ennek valamennyi példát végig tudjuk követni. Azt a szerzőtől kérdezném meg szívesen, hogy azért az egy tragikus fordulat volt, hogy a gyilkos eszközt, sőt egy eszközparkot, mert ugye a pisztolyokat hangzott el, hogy ez már nagyon durva fokozat volt, hogy táncán fölkínálja. Még egyszer. Tehát nem egészen hallottam, értettem. Hogy Lotte és Albert
erre a kérésre, hogy adja oda a pisztolyokat, odaadja. Tehát ez, pedig már tisztában voltak a helyzetben, hogy ez egy tragédia következett. Hát igen. Én Goethét követtem. Nem írtam meg másképpen, egyébként szemembe vetették, hogy miért így írólok meg ez a darab. Hát mert én ezt keretnek használtam fel, hogy én is, mint hogy ti is valamennyien itt, valamennyikőt kivéve. Szóval sok-sok esetet találkoztunk, és ebből lehetett volna nekünk is írni egyhez hasonlót. Na de hát még nem vagyunk Goethe meg ebben mindent belevehet, hogy így mondjam, ugye, és hát teremtett egy olyan figurát, hogy ő egy iskola példája a dolgoknak. Egyébként 25 éves volt Goethe, amikor ezt írta, 1474-ben, és ilyen szerelmi krízisen volt túl, tehát volt némi tapasztalata a dolgokat illetően. Ugye, később aztán revideálta a felfogását, mert itt ugyan elpusztította önmagát, feldolgozta a saját belső önpusztító érzéseit, késztetéseit, így írnak erről, amit aztán korrigált, mert a Faustban már az életet választását adta ugye Faustnak a kezébe. Hasonlóképpen ugye, ami talán a Madács Imrék is, ugye, hát tudjuk, hogy ő, hát Ádám is azon törte a fejét, hogy hogyan halljon meg, és ő is az életet választotta. Egyébként pedig tényleg soha meg ki nem tudódó titok lesz, bármit írnak is, én azt hiszem az emberek próbálunk következtetni a levelekből, de hát az olyan szerintem nem igazi, ez inkább tárgyilagos megfogalmazás, nekem így jó, nektek úgy jó, jobb, ha nem leszek meg, stb. De hát szóval azért ez egy abszurdum, tehát az, én úgy érzem, hogy az a semmivel egyenlő. Tehát ha valaki elmegy, bármit ír, bármit mond, megértem, tehát nem arról van szó, de kivonja magát a világból, ez a semmit nem lehet kezdeni. Ez jó vártani. Na és akkor ugye van ez a Moody féle könyv, ahol öngyilkosságból akarom mondani, után igen, a halálból visszajöttekről vallomásairól ír, és mindegyik borzalmasan érezte magát ott. Mondta, hogy hát ilyen őrült, ez többet, hát az ő. De hogy mit láttak, mit hallott, hát lehet, hogy a könyvet kellene elolvasni, de hát nem olyan egyszerű ez a dolog, amilyen egyszerűen kezelik ezt a bizonyos sérült lelkek, ugye, hogy a világi hagyásának a gondolata. Hát persze, hát mi sem egyszerű, ugye fogom magam leröm, csak akkor na, lássátok, mi vagyok én, ugye ti csak küszködjetek, én meg nem küszködök. Szóval én pszichiáter vagyok, de én jó, de ettől kezdve nincs tennivaló, neki sincs, ez semmi én előtte. Nem őket ítélem el, csak... Na most itt is akkor azt kérdezném, hogy mi az, hogy arról elmélkedik Werther, ugye, avagy Goethe, hogy hát ugye a szabadság, ugye, hát vágyom az örök szabadság után, ugye. Jó, szerelem nem húzta ki a pászból, pedig azt gondolta, hogy talán azt kimenekíti, és sok fiatalma is azt gondolja, hogy hát ha az a szerelem sikerül, akkor megoldottam a problémáit. Pedig egészen biztos, hogy nem fognak szólni, hiszen ezt ugye tudjuk, Werther így gondolta, de hogy van ez, hogy várjunk az örök szabadságot, szóval mit gondoltak erről, mit jelent ez a szabadság értelmezés, vagy mit jelent ez, hogy élet-halál, hogy választás, hogy miért, mi ez a választás, hogy mi ez a örök szabadság. Miért merül ez fel? Mi az örökre? Hát én azt hiszem, hogy azért a szabadság fogalma ma ember számára valami mást jelentett, mint amit akár Werther, akár Goethe számára jelentett. Amiért én szimbolikusnak érzem ezt a történetet, az, hogy igaz, hogy ott egy szerelmi dráma
a háttér, ami miatt öngyilkos lesz Werther, de én ebben a szerelmi drámában az érzelmeknek az összeborulását, az érzelmekkel való nem megfelelő bánásmódot érzem, és ez ma is jelen van. Én mostanában olvasok ilyen öngyilkos, valós öngyilkosságok mögötti háttérfeltérképezést, és megdöbbenve láttam, hogy 6 fiatal öngyilkossága mögött nem szerelmi bánat áll, hanem az a teljesítmény centrikusság, a perfekcionizmusra törekvés és az elszigetelődés, a magamra maradottság. Éppen az, hogy az odatartozásnak a vágya nem teljesülhet, hogy nincsen olyan kapcsolat, amelyik kizárólagosan engem királylánynak vagy királyfinak tekintene, amelyikben tényleg megélhetem önmagamat, és aki bennem megélheti önmagát. Tehát úgy érzem, hogy emögött a szimbolika mögött egy nagyon valós mai probléma van. Ez pedig az, hogy az érzelmi intelligenciát nem műveljük, nem segítjük a szocializációban, hogy a magukra maradnak az emberek a hirtelen fölbukkanó érzelmekkel. Azért én vallom azt, hogy az érzelmek fölbukkanásáért nem tudok felelősséget vállalni. Nem tudom szabályozni magam, hogy most legyek-e szerelmes, vagy nem vagyok szerelmes. De azt már igen, azt már meg tudom valahogy tanulni, hogy mit kezdjek a kudarc élménnyel, egy kudarc érzéssel, vagy a szenvedésnek az élményével. És ha teológusként lehetek itt, akkor hadd mondjak egy nagyon pici párhuzamot a Bibliából, hogy van két ember az Új Szövetségben, akik egyformán elárulják Jézust. Én nem hiszem, hogy kisebbíteni lehet azt, aki nyilvánosan vallást tesz arra, hogy én Jézust nem is ismerem, nem is találkoztam vele, majd hogy nem. A másik Péter, a másik pedig súttyomban oda viszi a katonákat, akik elfogják Jézust. És az egyik ember mégis befejezi azt az öngyilkosságot, a másik ember meg nem fejezi be. Vajon mi a kettő között a különbség? Egyszer a hallgatókkal 4 csoportban eljátszottuk a jelenetet, hogy Péter elárulja Jézust, találkozik a tekintete Jézus tekintetével, kimegy a főpap udvaráról és sivapakad, és ott jön Judás, aki visszavitte a pénzt, és találkozik Péterrel, találkoznak ketten, és kértem, hogy mondjanak egymásnak valamit. 3 esetben Júdás győzött idézőjelben, mert Péter nem tudott neki olyasmit mondani, hogy miért ne tegye meg, miért ne akassza föl magát. 1 eset azonban volt, amikor a Pétert játszó szereplő, mégis a Júdást játszó szereplő, mégis azt mondta, hogy lehet, hogy lehet tovább élni. Amikor Péter arra hivatkozott, hogy itt voltam mellette, elárultam, de itt maradtam, és az a tekintetváltás az egy kapcsolatot jelentett. És a tekintetében láttam, hogy ő megbocsát, hogy ő tudja, hogy miért, és megbocsát nekem. És ez az, hogy kapcsolatban maradok, tehát, hogy az érzelmeimmel nem maradok magamra, ez meg tud menteni egy embert. És én ma ennek a hiányosságait érzem egy kicsit. Akkor csatlakozik az én nekem is eszembe volt, hogyha a teológusok közöttünk vannak, hogy akkor tulajdonképpen az kapaszkodók hogyan alakulnak, és közben az jutott eszembe, hogy azokban a kulturálokban, ahol hisznek a reinkarnációban, azok tulajdonképpen az élettől szoronganak egy kicsit, mert tudják, hogy a következő életükben akkor egy rosszabb helyzetben kerülnek elő, és így is úgy is meg kell küzdeni. Tehát nem halogathatják a küzdelmet. Tehát azzal, hogy a mi kultúránkban, hogy azt mondom, hogy akkor gyilkos leszek, és ezzel a nehézséget és a küzdelmet feladom, ugye, akkor ezzel oldja meg. Most ugye az, hogy milyen kapaszkodónk lehet, mert ugye ez egy önszabályozási zavar, hogy nem tud megküzdeni, mert nincsenek meg azok a kapaszkodói. De az önszabályozás az úgy alakul ki az anya-gyerek kapcsolattól, hogy a kapcsolatban tanuljuk meg, és tesszük belsővé, hogy hogyan lehet szabályozni. És hogy nem tudom, önszabályozás nem megfelelő, akkor nem tudom a kapcsolataimat megfelelően szabályozni. Ezt az érzelmi intelligenciával mondtad el.
És itt nézzük, hogy milyen kapaszkodóim vannak. A szeretet, a kapcsolat, bizonyos mértékű transzcendens kapcsolatok, azok lehetnek mindenképpen szabályozók, és ugye a segítő szempontjából, ugye itt, ha a környezet részéről nézem, és az ügyelő részéről, hogy hol van nekünk meg az az intelligenciánk, akár segítőnek, akár környezetnek, hogy észreveszem, hogy baj van. És akkor kezdem el a kapcsolatunkat szabályozni, ami segíti az ő önszabályozását, az ő megküzdését. És ugye én azt gondolom, hogy ez az, ami társadalmilag is fontos, hogy ugye akár ezt a hányavetiséget, vagy az, hogy bizonyos dolgoknak a türelmetlensége, és nem csak a szerelemnek, hogy valamit elérjek, és ehhez nincs kitartás, ugye nincsen kapaszkodó, akkor jönnek ezek a tragédiák, nem csak öngyilkossággal, különböző addikciókban, egyedekben. És ugye amit mondtad, hogy bizony ez a korunknak egy nagyon nagy problémája, amikor ezek a kapaszkodók nem nincsenek meg. Ugye most már csak a virtuális térben van, mert interneten van kapcsolat, és nincs személyes kapcsolat. És nincs tekintet. És nincs tekintet, na most persze, hát ez lehet, hogy kialakítja a saját kultúráját, de kérdés, hogy azért ez milyen, hogy mondjam, nem akarok belemenni, tehát hogy ennek milyen következményei vannak. Én nagyon bízom benne, hogy ennek a kornak, ugye eznek a fejlődésével egy egészséges kultúrája is kialakul, de most ennek több adhajtását látunk. Csak egy mondatot, és aztán kötelezően, amikor a madárkát csókolgatja Lotte, és felajánlja neki hálásan ezt a lehetőséget, na valami, ez a virtuális szerelem megélés, valami ilyesmi, nagy csalódás is. Azt szerettem volna mondani, hogy föltetted a kérdést, hogy azért a mi telefonos fülünk az azt hallja nagyon gyakran, hogy úgy nem tudok tovább élni, de nem meghalni akar. Nem mondja, de ugye mi azt, és hát ebben nem lehetett volna ez beleírni, mert akkor nem úgy lett volna darab, de hogy nyilván, hogy ez onnan indulunk, hogy azt elfogadjuk, hogy ez így borzasztó, ez így nehéz, és akkor hogy lehetne másképpen? Tehát, hogy azt tanuljuk, mi a telefonnál hány éve, hogy akik hozzánk telefonálnak, azok nem, tehát nem úgy meghalni akar, azt érzi, hogy nem tud így tovább élni, és ha a mi munkánk annyit lendít rajtuk, hogy érthető, és hogy lehet akkor másképpen. Tehát, hogy az egy, ugye nem ez a megoldás, ez az, ami nagyon fontos, és egyébként pedig ez a posztvenció, mint olyan, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos fiataloknál különösen, és az, amit én próbáltam az elén ezt a megnyitóba, ezt a lelki balesetet, ez azért jött, mert én magam is voltam két olyan osztályban, ahol érettségi előtt álló fiúkat egyszer csak elmentek, és néztek rám, hogy mit lehet csinálni, vagy hogy most ez micsoda. És nem az okokat, mert okokat mindig lehet, de ugye tudjuk, hogy sok ok kell, meg sok idő, meg sok minden, hanem hogy tényleg van olyan, amikor egyszer csak, és hát ez a rémálma egyébként az ügyelőknek az ilyen, ugye, mert hogy azért a hozzáfordulóknak lehet azt mondani, hogy azért a 30% körülbelül krízisírás, és ebben szerencsére nagyon ritkán van ez. Ez valóban a rémálom, amikor ahhoz, tehát abban vagyunk részese, hogy ne egyedül halljon meg. Borzasztó, de akkor ez ami mi ránk hárul, és ez, amit Albert ebben, amiben ilyen nagyon szépen megmutatott, így gondolom az ügyelők számára, vagy egyáltalán így a segítésnek erre a formája, hogy bizony azt is végig kell segíteni. Tehát, hogy van olyan, nagyon ritkán, de előfordul, amikor már bevette, már nem lehet segíteni, de mégis ne lehetnék egyedül addig. Ez a legnehezebb része ennek a munkának. És hát azért nagyon jó, hogy a Bertel így lett csak átírva. Igen, érdekes, hogy a műben a családjáról nem mit eszemlítést Bertel. Ezt én hiány volt. Tudnék, honnan jött? Legalább Goethe valamit mondott volna erről, hogy milyen a családi háttér, de mi volt a szocializációja, hiszen ahogy említették is, ezt megteremtheti az alapját a pubertáskor és a fiatalkorban jövő sérüléseinek, lelki sérülés, érzékenységnek, tehát érzékenyíti a család, és valószínű, hogy sok tennivalók lenne a tanítás, a nevelés terén,
Most nem arról beszélve, hogy tudom én, olyan személyiségzavarok vannak, amelyeket ugye most idézőjelbe teszem, hogy merre születettek, mert vannak, szóval az agyban olyan elváltozások, amelyek azt mondják, hogy személyiségtorzulás, személyiségváltozás okoznak, de a reált személyiségváltozás történhet ebben a korban, ebben a rendkívül felfokozott hormonális korban, mint ahogy azt mondják, hogy a klimaktériumban is van, ahol meg ugye lefelé mennek a dolgok. Itt robbanásszerű fejlődés van, és a fiatal ezért érzékeny mindenre, ugye? Mindenféle jelre, minden változásra, és ugye őrült módon szerelmes, és ugye szeretne valakivel ugye szerelmes lenni. No, hát így történt ennek a darabnak a megírása, és azért, hogy ezen keresztül mutassam be, hogy hát azért ne omoljunk össze, hogy van ilyen, hogy nem tudunk célt érni, nem tudunk segíteni, és akkor ott maradnak a olyan, akik úgymond valahol olvastam, hogy tulajdonképpen majdnem minden öngyilkos, nem kell minden, mindenkire ráhúzni, mert van, amikor érthető és elfogadható az öngyilkosság. Szóval ugye azt mondják, hogy Görögországban, ahol tudom én 100 000 ember közül 20, és hát az csodálatos. Tehát van, tehát minden, majdnem minden népnél van. Ott vannak érthető, de vannak nagyon sok érthetetlen, nem tudom, buta felfogásból eredő önpusztítások, és ezek hátra hagynak az életben maradottakban. Haragot, bosszúságot, meg ahogy én is mondtam, hogy a tehetetlenséget, hogy most akkor mit csináljak? Nem vagy, és akkor most hol jó? Ott most neked jó? Jaj, ilyen hát az örök boldogság. Itt Goethe is írta, hogy hát akkor aztán a lelki béke ottan helyreáll, nem kell harcolni, küzdeni. Hát igen, persze, csak hát Shakespeare-re visszaketültött a fejébe, ugye amikor Hamlettel elmondotta, hogy hát persze, hát ugye golyót röpít elé, vagy nem tudom, egy éles tőre, a tőt használta, ugye véget vetni a lét szenvedéseinek, igaz? Ja, de váljon meg egy szóra. De visszaretteli az embert, hogy ott vajon mi van. Ez egy furcsa illúzió, hogy ó, hát én kivonulok, ti csak kínlódjatok, meg megbüntettelek benneteket, meg magamat is, meg csak. De mégis azért talán a nagy művek mégiscsak kitartásra, küzdésre, helytállásra, meg túlnőni egy krízis, túlnőni egy bosszúságot, egy elhagyást, egy mit tudom én, mit akármit. Mellett is ehhez kap az ember az erőt a családjából, ha ugye mostan kap. Na és hát szeretnék, hogyha tévében is, meg a médiákban is erről lenne szó. Hogy felkészíteni iskolákban a gyerekeket arra, hogy az életnek ez belejárója. Ugye az élet mellett ott van a halál, boldogság mellett a lehangolás, vagy lehangolódás, hogy Madács írta, de hát tovább megyünk. Nekem is volt ilyen fiatalkori krízisem. Mert csak a haragról annyit itt el, találtam Juhász Ferencnek egy pár során, ő haragosan nyilatkozik, és mondom, hát értsük meg, mert van ilyen érzésünk, lehet ilyen érzésünk is, meg más is, mert is lepődtem, hogy milyen szavakat használt, ugye? Azt írja, mert gyáva, hazug, kurva, rongy mind, aki más szívére dönti választott halálát. Nem én vagyok a hibás, ugye? Másik sor, ti gyámoltalanok, gyávák, más kínzó, őrült boldogok. Ez megoldás? Ezt pedig latinul is Zoltán halálát. Ja, hát a mérgemet így. Nem könnyű ezután megszólalni. Bizonyos szempontból értem én a Juhász Ferenci kiindulatot, mert valóban a magyar emberben van azért egy modellkövetés, tehát hogy tényleg hősi halálnak tartja, bátornak tartja azt az ember, aki megmeríteni. Biztos, hogy nem általános, de biztos, hogy van ilyen is. És
az, hogy ahogyan az öngyilkosságon mondjuk mi teológusok vagyunk, ahogyan az egyház nagyon sokáig nyilatkozott, az egy fék is volt, az egy visszatartó erő volt. Rettenetes halálnak mutatja a teológia az öngyilkosságot, és ebben van egy fékező erő. De mégis azt mondom, hogy, és hát itt szerintem most már lehetne egy kicsit kinyitni ezt a beszélgetést, hogy az öngyilkosságra készülőknél, akik bármilyen pici jelzést adnak a szándékukról, azzal én is úgy gondolom, hogy ha már egy jelzés van, akkor ott már valamiféle segítségkérés van. Én nem hiszem, hogy a riogatással, hogy az egy borzasztó halál lesz, hogy ezzel bárkit vissza tudok tartani. Azzal sem, hogy gyávának tartom őt, hogy de az talán egy vonal lehet, hogy az élethez ennyi bátorság kell. És hogy ezt próbáljuk megtanulni, hogy az élethez milyen bátorság kell. Én úgy érzem, hogy itt sokszor elhangzott ez a szó, hogy tovább élni. Nem tudok újra kezdeni, nem tudok megváltozni, miközben teljesen jogos, hogy ha a körülmények nem, akkor nekem kell valahogy változni. Na de nincs tiszta lap, hanem ez a pillanat az, amikor a szenvedést megélem, és valaki társadalmú szegődik ennek a megélésében, mert ez adja egyedül azt, hogy lehet tovább. Igen, én csak azt szeretném mondani, hogy a körülményeket a segítő változtatja meg, mert ő egy környezet lesz. Az a segítő környezet, ami már azokat a körülményeket változtatja, és akkor lehet, hogyha ezt érzékel, és ez a nagyon fontos. Igen, én mondom. Itt beszéltünk Sárával, hogy nem akarom a tisztelet elvenni, de hogy esetleg lehetne a kerekasztalt nyitni a jelenlévőknek, hogyha van kérdésük, vitatkozik, hozzászólásuk, nagyon jó lenne, hogy ne egymás között maradjunk csak. Van jelentkező? Van jó. Sajnálom, nem értek a pszichológiához. De végül is itt mindig a halálról beszéltek. Mindenki a halált mondja. Tehát a dolog az életről szólt. Én most csak arról beszélek, ami itt a színpadon van. Tehát nem az eredeti költeményről, ami itt volt. Nagyon egyetértek a Fekete Károlyal abban, hogy a legfontosabb mozzanat az volt, hogy most odaadom a pisztolyt vagy nem. És intett a fejével, hogy adjuk oda. Ebben a darabban ez volt az egyetlen normális ember, aki az élettel volt. Én is az élettel vagyok. Ugyanis arról van szó, hogy aki megölte és végül is a pisztolylövés elhangzott, az pontosan a lelkisegély szolgálatnak a hölgye volt. Hát olyan kérdéseket tett fel, hogy majd leestem a székre. Na most képzeljünk el egy életteli kapcsolatot, mert ez egy normális kapcsolat volt. Ez a két ember valamiért szerette egymást. És a másik két jellem, a nő alatte és a verte, ugye, egyszerűen jellemtelenek voltak. És döntésképtelenek voltak. Na most a természetben az ilyennek nincs helye. Ez két szerelmi paraziták voltak. Nevezzük már nevén a dolgokat. Ez mind ott van ebben a darabban. Hogy meghal? Persze, hogy meghal. Hogy odaadom neki a fegyvert? Hát persze, hogy odaadom neki a fegyvert. Hát a legnagyobb baj az lett volna, hogy leültetni ezt a három ember egy bokorba, és beszélni, mit beszéljenek meg. Hát ők szeretik egymást, egy család, ők úgy döntöttek. Mert a nő a férjével kapcsolatban normális helyzetben volt. Hát volt itt egy szerelmi tévedő, aki nem tudott mit kezdeni az életével. Hát persze, hogy fővel lőtte magát. Jól is tette. Nincs rá szükség a fiát. Na de azért a gyöngyilkosságról azért tényleg érdemes beszélni. Nagyon sok minden elhangzott.
egy dolog nem hangzott el, és egy, azzal nagyon nem értek egyet, hogy a magyarokban, a magyarságban van egy ilyen hiába nagyon ahad öngyilkossági arány. Ez nem magyar virtus, ez nem a Csendes-óceánból maradt rá. Én körülbelül 10 000 gyerekrajzot elemeztem egy társasággal. Pap Gábor, Makoldi Sándor, nem is van a többi. És olyan gyerekrajzokat, amikor a gyerekek megkérték, hogy mondják el, hogy mit rajzolt le. És ott volt a rajzoknak a hátulján. És hát végigmentünk ezen. Rendkívül tanulságos volt. Az is nagyon tanulságos volt, hogy az óvónéni mit mondott. Tulajdonképpen a gyerekek alól már ott az óvodába kihúzták, nyakukra tették a ködelet, és kihúzták a sármit azzal, hogy a gyereknek a természetes világérzetét megrontották azzal a szemlélettel, amit ma csak a mozifilmeknek egyetlen kockája jelent. Nem tudunk az egész világról gondolkodni. És ez a legnagyobb baj. Amikor az egyik gyerek lerajzolt, ez az én gyerekem volt, lerajzolt egy rajzot, és nem tették ki a fali újságra. És nagyon, nagyon problémás volt, látom, hogy csapkod a gyerek, ideges, valami baj van. Mi baj van, kislátom? Nem tették ki a fali újságra. Majd holnap megkérdezünk. És meg is kérdeztem. És mutatja, mondom, miért nem került ki a rajz? És mondja az óvónéni, hogy hát nézze már meg apukát, 2 napot rajzolt az éket. Mondom, és megkérdezte, hogy miért? És úgy nézett rám, mint a vére, hogy hát tetesülj, hát miért kell azt megkérdezni, hogy 2 nappal az éket, ugye? Hát azért kell megkérdezni, hogy hát ha mond valamit a gyerek. Hadd fejezzem be, mert tanulságos történet az élet jó szemszögéből, de röviden fogom mondani. A lényege az a dolognak, hogy a gyerek elmondta, hogy labdáztak, játszottak az egyik nap. Majd hazamentek, és játszottak tovább. Tehát szemléletében, folyamatában nézte, ez egy folyamatábra volt, amit manapság mi nem értünk. Hát lett volna még sok minden a léletről, és főleg a léletről, mert itt én nagy kavarok vannak. Nem tudok kéne kagyja. Teljesen igazat adok Saninak mindenben szinte, amit elmondott. Én most tanulok, és segítő leszek, remélem. És én, amit hiányoltam a jeletes hölgynél, hogy miért nem próbált rá kérdezni arra, hogy ő mit kapott a családjában, vagy mit tanult a családjában erről a kérdésről, hogy ezt hiányolom a Goethe-műből is, hogy miért nincs ott az édesanyja és az édesapa. Mert hogyha egy családban nő fel az ember, akkor ott ezekre a problémákra választ kaphat. Tehát ha megtanították volna neki, hogy nem lépünk be egy olyan kapcsolatba, ami már egy lezárt kapcsolat, akkor ő teljesen másképp gondolta volna ezt az egészet, én úgy gondolom. Tehát rá kellett volna vezetni, hogy gondoljon vissza arra, hogy az ő családjában például, hogy viszonyultak volna ehhez a kérdéshez. Köszönöm szépen! Azért írom úgy a mű, hogy ezekre tanítson bennünket, hogy ismerjünk föl ezeket a gondolatokat, amit ugye Sándor barátom is, vagy maga is mondott. Marian vagyok. Tehát gondolkodunk ebben, de én tartottam, mondom, kerettörténetet
használtam fel. Értem. Azt is megmondom, hogy egy kicsit másképpen van írva, mert az a szöveg nehezebb, vagy nem gondolom, nem maibb. Igen, hát. Ugye én nekem meg a tapasztalat, meg a sok tanítás, meg tanulás, amit én is kaptam, azokat írogattam, hogy jobban érthető legyen, mert az is érthető persze. Szóval, de hogy a segítés, hogy Albert Enikő Goethe, ugye így oldotta meg, vagy életet így oldotta meg, az persze. Én ezt nem akartam, mert ugye mondták, hogy miért nem írok egy másikat, ugye, de az nem Goethe lett volna, akkor egy más. Viszont azért Albert, hadd szóljak bele, hogy én szerintem én egy hallottam, akkor... hogy azt kellene csinálni, hogy ez is egy kétnapocskásnak kellene lenni, és tessék írni egy másikat, ami arról szól, hogy ma egyébként az ügyelők ilyenkor ezt kérdezik, az a kapcsolat, amit elhangzott, hogy az hogyan is jelenik meg. Ugye, szerintem így jön egy ilyet is. Jó, mert ugye ez arról szólt, hogy igen, ami lehet, hogy nem, de hogy tényleg abban én azt gondolom, hogy nagyon fontos bele látni, és nekem nagyon jól esett ez a kritika így, vagy akár így, ami mert hogy azért én is közben, hogy úristen, ez nem így van, magamat is nyugtattam, pedig tudom, hogy azért én tartom, hogy itt azt kell a végén legyen meg, hogy a keretet. A végén miatt. Persze, tehát így lehet, de hogy akkor ez a két napocska nekem nagyon tetszik. És akkor tessék egy folytatást. Jó? Igyekszem nagyon rövid lenni. Említettem az elején, hogy az egyik esetben az ismerősöm egy héttel a szép, szabályosan vezetett lelkigondozói beszélgetésünk után öngyilkos lett. Megtette. Pedig utólag gondolkodva hibát valószínűleg nem követtem el. Mégis megtette. Elképzelhetik, mit jelentett, amikor rá pár hónapra kaptam egy értesítést, hogy itt van egy búcsúlevél, keressen meg az illetőt, aki azt mondta, karácsonykor befejezi. Mit tegyek, hogy szabályosan, szépen segíteni tudjak? Tudtam, ha ő is megteszi, én visszaadom a diplomámat, de hogy segítő tovább, én is azt mondom, nem kell többet, mert ez olyan kudarc, amit én sem bírok ki. És akkor magamnak tettem egy fogadalmat. Eltekintek attól, hogy mi a szabály, mire kell rávezetni tudati szinten. Egyszerűen csak megpróbálok vele érezni. És őt arra biztatni, hogy ne hagyjon engem békén, karácsony este volt, hanem mondja, amit érez. Nem, valószínűleg sok szabálytalanságot csináltam. De valahogy átvészelte azt a karácsony estét, meg még az új évet is. Nem tudom, hogy lehet-e, nyilván a szakmaiságnak nagyon fontos keretei vannak. De azért, aki volt már éles helyzetben Werther jelöltekkel, azt tudja, hogy mindig nagyon kérdéses, hogy tudati szinten, és én már így mondom, érzelmi szinten, hova jutunk el együtt. Igen, én is erre szerettem volna reagálni, nyilván a kerettörténetben és egy picit a segítők megértésében. Amit mondtál, akkor ott folytatom, és akkor még amire gondoltam, röviden elmondanám, hogy vannak a pszichoterápiának, aki ezt csinálja, szabályai, de egy öngyilkos jelöltnél az mind fölborul. Tehát nem tudjuk tartani, mert ha betartjuk, akkor ez hamarabb bekövetkezik, és még így sem lehetünk biztosak. Tehát ugye eztől fél minden segít. De azért hadd mondjam azt így a segítésről, hogy azért az nagyon fontos, hogy a pszichoterápiát mi is szoktuk nevezni, hogy a hallgatás művészete. Tehát, hogy valakit meghallgatni. Mert amikor ő beszél, akkor rendezi az önszabályozását, ha ezt a fogalmat hoztam ide. És nagyon fontos az, hogy hadd mondjam így köznapilag, hogy ne legyünk ítélkezők. Tehát amikor én a hallgatás művészete, akkor az ő életét élem, a magamét háttérbe szorítom. Nyilván az egy referencia a megértéséhez, de a hallgatás művészetében az van benne, hogy akkor, amikor ő beszél, próbáljam az ő életét élni, és akkor talán megérzek valamit. Nem mindig. Nem mindig vannak antennái. De ha ez sikerül, akkor van, amikor nem csak kudarcunk van, hanem valakit valóban átsegítünk valamin. És azért még azt hadd mondjam el, hogy
Nagyon fontos egy segítőnek tudni, hogy amikor átsegítem, az ő önszabályozása helyreáll, akkor ő, neki az az élménye, hogy ezt ő saját erejéből tette meg, és elhagy engem, és nem hálás. De akkor ezt én tudjam elviselni. Amikor hálát várok, akkor már rossz segítő vagyok. Ha nagyon hálálkodik, akkor azt kell tudnom, hogy nem tettem semmit. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, és hogy a segítő az mindig újra éli azt, amikor tud segíteni, azért azt, amiért a segítő pályára ment. Hogy neki is volt egy érzelmi deficitje, de most a segítő foglalkozásban a saját akaratából ezt mindig újra éli, amikor sikerül. Tehát amikor egy leteszi a kagyút és nem hív többet, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy öngyilkos lett, hanem azt jelenti, hogy köszönjük, jól van, és elfelejtette azt, hogy velem beszélt, hogy meghallgatta. És akkor ez a munka. Hát a segítőnek ez a sorsa. Meg nagyon fontos, hogy amit Klári a bevezetőjében mondott, hogy ráérezni a pillanatra, hogyha egy pillanatban oda tudunk figyelni, akár egy közömbös mondattal is, abból az érzelmi mélységből ki tudjuk egy kicsit hozni, akkor túlendítettük egy krízisen. És ha itt arról volt szó, hogy hogyan lehet feldolgozni egy krízist, vagy egy szerelmi szenvedélyt, akkor erre Goethe élete a legjobb példa, mert ő megírta a Werthert, és halálosan szerelmes volt fiatalba, özvegyasszonyba, férjesasszonyba, három gyerekkel, és a többi, és mind túlélte valahogy. Arról nem szólnak az életrajzai, hogy azok a nők, akiket ő szeretett, azok hogyan élték az ő kalandjait túl. De azért lehet azt a Goethe életrajzából tudni, hogy ő mély szenvedéllyel megélte a kapcsolatait, még 70 évesen is, amikor egy 17 éves lányban lett nagyon szerelmes. Hogy ez az egyik része. A másik, amit akartam mondani, hogy nagyon fontos a kötődés, és a neked is, hogy Goethénél a levelezéseiből az derül ki, hogy az apja nincs, az anya özvegyen marad, ő is távol van, esetleg segíteni kell. Tehát, és ezt látjuk a mai esetekben is, hogyha nincs egy olyan kötődés, akár a munkához, akár egy kapcsolatba, ami kihúzza ebből a beszűkült érzelmi állapotból, akkor valóban nagyon kritikus a helyzete. A harmadik, amihez szólnék, a csapongokjaik, annyi minden, a kisogodások, és hogy mit rontunk el óvodáskorban. Én azt tapasztaltam, hogy 3 és 5 éves korban hallatlanul bölcsek a gyerekek. Mindent tudnak, nagyon sok mindent előre megéreznek, ami még a felnőttbe a megfogalmazás szintjén sincs, csak úgy érzi. Azt a gyerek kimondja. Kimondja, kirajzolja. Hogy ez a képesség 6 éves kor körül úgy tűnik, egy kicsit visszafogottabb lesz. Nem hiszem, hogy csak a nevelés miatt, hanem ez úgy a fejlődéssel együtt jár, hogy bizonyos készségeket el kell sajátítanunk, és akkor azok elfoglalják ezeknek a helyét. De teljesen egyetértek vele, hogy sokat lehet rontani óvodáskorba, és csoda dolgokat tudnak az életről megfogalmazni. Egy dolgot mondanék, egy nagyon beteg, egy fiatal lányról van szó, aki betegsége folytán nagyon megváltozott külsőben is, és akkor az a család, amelyik őt szerette, meg 2 kisgyerek volt, akkor azt mondták a kisfiúnak, hogy hát nem kéne, hogy találkozunk, talán még meg is ijednétek. Azt mondja, én megijedni? Hát Zsófi az ugyanaz. És ezt egy 4 vagy 5 éves gyerek meg tudja fogalmazni, hogy nem azon múlik, hogy néz ki, vagy milyen beteg,
mert ő ugyanaz, akit én valaha szerettem. És akkor el a mostani témától egy kicsit. Egy dologra még nem reagáltunk, a szabadság. Én mielőtt idejöttem, az öngyilkossággal kapcsolatban néhány hát értekezést elolvastam, hallik azt hiszem, és egyre többet vetik fel azt, hogy az öngyilkosság és a szabad akarat, vagy szabad választás, ami szerintem egy külön előadást megérne. Azt hiszem, hogy a nekünk az idő lejárt, a terem bérleve miatt, azt kell, hogy mondjam. És megmondom őszintén, hogy ilyen, mondom akkor ilyen kellemes estében nem volt részem, mióta élek. Nagyon örülök ezért ennek. Befejezésül, tessének megmondani, hogy akkor fejezzük be a befejezésül a mai estét. Ugye, nem az öngyilkosságot akartuk hangsúlyozni, hanem a segítő, aki krízisbe kerül emiatt, hogy azt hogyan tartsuk meg. És az utolsó jelenet bizonyította, hogy mellé állunk nekik. Persze, hogy az a feladatunk, hogy vegyük észre a legapróbb jeleket is, és próbáljunk segíteni. Hát ugye, hogy hogyan hallottuk szakmai szabályban. Legyünk emberek valakinek, ugye, mint annak a szegény embernek, aki 39 évig vár a Betesda tava mellett, ugye, és nincs ember, aki, nincs emberem, aki megfogjon, oda vigyen a gyógyító vízhez. Uram, nincs emberem. Legyünk emberei egymásnak. És lehet, hogy az élet célja sem más, mint a szeretet. Ugye érdekes, hogy szerelemnek szeretet, egyszer fordult elő a darabban a szeretet szó. Tehát meg is lepődtem, el is olvastam többször, hogy nem szerelem akar lenni, hogy nincs semmi fontosabb, mert az ember szeresse valaki, vagy verte is. Na rá a szeretet, meg a szerelem, az ugye ez egy, megint egy külön dolog. Úgyhogy nincs semmi fontosabb. Tehát az élet célja a szeretet. Szeretni és szeretve lenni. Nem elmenni, ott hagyni mindent, legyen meg a fene, hanem az élet célja, hogy szeresd fele barátodat, úgy, ahogy magadat. Na most, ha magadat nem szereted, akkor hogy szereted? Megölöd, akkor hogy szereted a fele barátodat? Na, ez meg. Na, tehát az, és az, tehát a vége ért íródott a darab, de hát már nem hiszem, hogy lesz hozzá tehetség, ez sem tehetség. Szerintem semmi, hát ez mi volt ez a kis darab, semmi, hát ez csak csinálja. Na, tehát az, és ugye hát itt van mellettem a kis ügyelő, hát én voltam az ahogy a kiő. Nem ő hibázott, hanem minden hibát. Én várom, csak én várom az minden hibát. Hát ő azt mondta, amit én írtam. Szóval köszönöm szépen neked. Tehát az önpusztítás ellen, mint annyi sok más ellen. Tehát ellen sem vagyunk képesek teljes mértékben fellépni. De egy konkrét ellen, ami mellettünk, körülöttünk vagyunk, akár bennünk, velünk történik, bennünk zajlik. Minden lehetőséget megragadva nagyon sokat segíthetünk. Tehát legyünk embere valakinek. És találtam egy másik kis idézetet. Nagyon tetszik nekem, hadd olvassam fel. A bölcsességek könyvében orvosható, a kis könyvben van benne, a Bibliában, azt mondja, ne törekedjetek a halálba életetek elhibázott útján. Ne siettessétek romlástokat kezetek tetteivel. Mert a halált nem Isten alkotta. Ő nem leli örömét az élők pusztulásában. Akik nem félik az Istent, kezükkel és szavukkal hívják a halált.
emésztődnek az utána való vágyakozásban, mintha barátjuk volna. Miért hallották, hogy szintenapban is, hogy hallottuk ezt. Szövetséget kötnek vele, mert méltók rá, Werner, hogy osztály részévé legyenek. Hát ezzel a gondolattal nagyon szépen megköszönöm a részvételt, a rendezvényünknek a végéhez értünk. Hálásan köszönjük önöknek, hogy itt voltak, megtiszteltek bennünket. Reméljük, hogy fáradozásunk nem volt hiába való. És szívünkben azt viszik magukkal, ami kell, ami szükséges. A gondolkodást, a tanítást, az értető és megtartó példamutatást, a segítést és a segítségre nevelést. Nagyon szépen köszönöm Cserém Zsuzsának, hogy ezt a rendezvényt megszervezte. Itt van Zsuzsa. Köszönjük szépen rendezvényünk fővédnökének, Somogyi Béla harpolgármester úrnak. Debrecen megyőjük város önkormányzatának, a kerekasztalok vendégeinek, Rénes Lászlónak, én azt mondom, hogy a Bojtila Báb Színház vezetőségének is köszönjük, hogy helyt adtak, és a szponzorainknak, az önkormányzatnak, ahogy mondtam, dr. Gassner Péter, Szurgent Izabella, a Medalo EBT, személyesen a feleségem dr. Kovács Mari. Nagyon szépen köszönöm a részvételt, és